Sziasztok! Hát igen, ez egy bónusz rész lesz, igen, még konyha nyelven, Rick és Morty stílusban nyomom, és akkor erről egy pár dolgot itt mutatok, mert ugyebár itt már kaptam is egy kommentet, viszont nem dobta fel valamiért a YouTube, úgyhogy nem tudtam rá reagálni, na mindegy is, nézzük mi van ebben. Hello, kicsit furcsa volt a profi brokerekhez képest téged hallgatni, az elemzésed jó, kicsit le van butítva, de a lényeg benne volt. Tehát ugyebár épp az a lényeg, hogy én a néphez akarok szólni, én nem akarom ismeretlen angol szavakkal elitűzdelni a mondandómat, hogy csak a gyárigazgatók értsék meg, hanem mindenki, a nép mindenki értse meg azt, amiről beszélni szeretnék. Azért is van lebutítva egy kicsit, hogy tényleg mindenki lássa és fel tudja fogni, hogy miről van itt szó. És hogy miért nyomom Rick és Morty stílusba, ez egy kis bónusz rész lesz most, egy pár, egy-két perces videókat mutatok nektek. Ugyebár azt tudjuk, hogy IMDb a világ legnagyobb mozis adatbázisa, itt kell filmek, sorozatok után értékelést néznetek, hogyha bármire kíváncsiak vagytok, érdemes-e megnézni, nem érdemes megnézni. És akkor ugyebár itt van a top 200 legjobb tévésorozat, és akkor itt szépen jönnek, ezeket most nem fogom bemutatgatni, végig nézegessétek végig őket, mert ezek tényleg nagyon jók, top 10 és a többi. És akkor érkezdünk el, mondjuk megállítom itt a mafiózóknál, és akkor látjuk is, hogy itt a Rick és Morty 9,2 ponttal, tehát ebbe a csoportba, tehát mondjuk a világ 9. vagy 10. a 9. helytől indul 9-től 14-ig. Ugyanaz mondjuk a 9. legjobb sorozata a Rick és Morty. És akkor nézzünk is egy pár részt, hogy miért szeretném én ezt annyira, miért hihetetlenül tanulságos mindenki számára. Első rész, ebbe azt fogom bemutatni, ez is egy perces videó lesz kb. Ez a rabszolgaságról szól, hogy lássátok, hogy működik a rabszolgaság. Közben ki kell kapcsolnom a hangot, remélem nem felejtem el, majd visszakapcsolom a mikrofonon, hogy ne legyen visszhang, na de nézzük is, miről van szó. Te jó Isten! Azt hittem, hogy az aksitban vagyunk, Rick, de ez itt egy igazi bolygó vagy mi! Kösz, Marty! Büszke vagyok a kicsikére, ezt figyeld! Térben te szalált űrt helyeztem egy módosított temporális mezőbe, míg végül az egyik bolygón értelmes élet alakult ki. Aztán elhoztam számukra az elektronság csodáját, amit most már bolygószinten termelnek. Ennek egy része a motoromba megy, meg a mobilomat tölti. Van egy egész bolygód, ami elektromosságot termel neked? Ez rabszolgaság! Ez egy társadalom. Egymásnak dolgoznak, Morty. Egymásnak fizetnek, házat vesznek, és a gyerekeik felváltják őket, ha már nem tudnak energiát termelni. Ez is rabszolgaság, csak több lépésben. Sokat szexelsz majd a fősuli. Ugyebár látjuk, hogy mi a rabszolgaság, vissza is jött itt a hang, tehát ugyanez itt még kicsit tovább mutatják, hogy megtermelik az embereknek az áramot, taposgatják ott a kis tuccot, és akkor ő 80%-át lenyúlja az egésznek. Rabszolgaság. Nézzük a veszekedésről is. Van egy rész, 15:45-nél a következő videó. Csak gondoltam, tartok egy Nem, te vagy borzasztó! Nem állsz ki a családunk mellett, mindig azt csak is magaddal törődsz! Azt ki a családom mellett, ha téged támogatlak, de az mindenkire nézve veszélyes apát! És arra kényszerítesz, hogy végignézzem, mert ki kell veszíteni ide őket és engem, mint az apádat! Miért? Azért, mert te vagy gyerekez, mert te, nem én, te! Először is hello, Blimblam vagyok, egy korblok. Másodszor őszinte leszek, gyilkos vagyok, aki babákat eszik, és azért jöttem erre a bolygóra, hogy babákat egyek. Azonban ugyanígy igaz, hogy elkaptam egy rendkívül fertőző betegséget, amit akár űrécnek is hívhatnánk, ahogy te tetted. És Rick tényleg azért táncolt ki, hogy megpróbáljon meggyógyítani. Ugyanakkor Rick célja ezzel nem az volt, hogy megmentse az életemet, vagy bárki másét, hanem hogy eladja az ellenszer több milliárd Blimflarkért. De tudjátok igazából, miért téptem ki a láncaimat a falból? És miért nem jövök vissza soha többi erre a bolygóra? Mert amit ti ketten műveltek, az kurvára gáz! Mindketten utáljátok egymást és önmagatokat, és a gondolat, hogy ennek bármi köze van Rickhez, totál röhelyes. Röhögnék is, de az én testem képtelen rá. Ennyire más vagyok, mint ti. De még így is az járt a fejemben titeket hallgatva, hogy nem már, mi a fasz? Szóval, sok sikert a szarházasságotokhoz, Ricket meg sajnálom, amiért el kell törnie titeket. Blimblam voltam! Tudjátok mit? Ezt elviszem.
Hogy kell? Ez meg mi? Lassú üzemmód nincs. A világ legjobb ajtaja. Aha, úgy már láttuk. A családi veszekedés, nézzük még kettő oltást a következő részekből. 13.55-öt meg kell jegyeznem, 11.49. Ez hatalmas, hát még az állom! Ez egy nagyon gyakori név. Hé, nyugodj meg, Rick! Komoly hullámvasút balesetben volt részed, most nem szabad azon agyalnod, kik vettek részt az ellened irányuló gyilkossági kísérletben. Szedd le rólam, meg akar enni! Figyelj, bevallom, oké? Elmondták, mit műveltél a bolygóval, amiről leszembe jutott, mit műveltél velem, de aztán bocsánatot kértél, és rájöttem, hogy nem vagy szörnyeteg, mint ez itt. Basszus, éhes lehet! Félre akarsz vezetni, ugye? Feltalálsz valamit, hogy kiszabadíts. Akkor a kést találnám fel, de az már létezik. Ki akarok szabadulni innen? Elég lesz egy szék. Sajnálom, hibát követtem el, többé nem teszek ilyet. Mert nem lesz esélyed. Te önelégült szemét, geci, elvetted a családomat! Én vettem el a te családodat? Szerinted kiveszített többet azzal, amikor 20 milliliter folyékony álomörőt löveltél a lányomba? Ő Rick lánya volt Jerry! Voltak lehetőségei! De mindennek vége lett, amikor megsajnált téged. Prédának adott ki magad, de ragadozó vagy! Szánalommal csalszod a másokat, így élsz túl mindent! Én azért maradok életben, mert mindent tudok. Az a kígyó az eltévedt gyerekek miatt, te meg azért, mert azt gondolják rólad. Ó, nyomorult kis fasz, mindig megszívja. Nem bírom hallgatni a fonnyat lelke fülszakató sírását. Jobb, ha felveszem, vagy hozzámegyek. Kicsit egy űrállomás, ha... Nézzük a másik részt. Kicsim, annyit várakoztatják. Alakmesteri félszolgálat, miben segíthetek? Hát, akadt egy kis gondom az egyik gépükkel. Sajnálattal hallom, hölgyem. Nem lát véletlenül egy kis panelt a gépezet oldalán? Egy pillanat. Igen, megvan. Anya! Remek! Na is látja a mellette lévő piros gombot? Látom. Jó, akkor most nyomja meg. Oké. Anya, hallgass meg! Szabadok vagyunk! Oké, megnyomtam, és kiszaladt a gépből három apró emberke. Most mi jön? Halló? Biztos megszakadt a vonal. Morty! Te csak nem Mortis! Rávettem Ricket, hogy elvigye apát egy kalandra. Hát, ha egy időre elfelejthetem ezt a sokszor, de nem! Látszik, hogy az apád kibaszott lánya vagy! Ha olyan akarsz lenni, mint ő, hát gratulálok! Ugyanolyan arrogáns, és ugyanolyan felelőtlen vagy, mint ő! Hello, minden rendben? Menj a pisába, ne szórakoztass, Jean! Az anyámmal beszélek, ha nem tűnt volna fel! Attól, hogy körbeugrálod Ricket, még nem marad itt. De el fogsz vele üldözni mindenki mást. Mint ahogy elüldöztem Summert. Hé! Hey. De hogy üldözted el? De, sehol sem látom, lelépett. Az Isten verje meg! Ugyebár hatalmas pszichológiai osztások vannak ebbe az egész sorozatba. Nézzünk egy következőt, ez is egy kétperces lesz a pszichológusnál, 19.05. Itt Rick Ubivá változtatta magát, nem is az a lényeg, de a pszichológus szöveg az nagyon komoly, illetve az is, amit Ricktól elgondolkodtató. A betegséget. Egy szem, hamarosan meghalok, de a szérum meggátolná. Azzal, hogy uborkából emberré változtatja. Igen. Rick, miért hazudott a lányának? Hogy ne kelljen eljönnöm ide. És miért nem akart eljönni? Mert lenézem a terápiát, mert én tudós vagyok. Mert feltalálok, átalakítok, teremtek, pusztítok, és ha valami nem tetszik a világban, megváltoztatom. És az, ha elmegy az ember egy bérelt irodába, hogy a középszerűség gurúja elmagyarázza, melyik szó melyik érzést jelenti, nem segít elérni semmit. Sokan lenyugodnak tőle, nem pánikolnak annyit, ami hasznos dolog az állatoknál, amiket megeszünk. De magamnak biztos nem ezt akarom. Nem tehén vagyok, hanem uborka. Ha olyan kedvem van, szóval. Ez a helyzet. Rick, az egyetlen kapcsolat a mérhetetlen intelligenciája és a családot mérgező betegség között az, hogy a családban mindenki, önt is beleértve, az intelligenciájával igazolja a betegséget. Nekem úgy tűnik, egyszer fékezhetetlen erőként tekint a saját elméjére, máskor megkerülhetetlen átokként, talán mert az egyetlen felfoghatatlan koncepció az ön számára az, hogy saját maga irányítja a saját tudatát. Úgy döntött arról, hogy eljön ide, hogy beszélni kezd, és leszólja a foglalkozásomat.
Épp úgy, ahogy az uborkává válásáról is. Ön irányítja a saját világát. Most mégis beborítja a patkányvér és a fekália. A ragyogó elméje szó szerint vegetál a saját kezében. Nem kétlem, hogy halálra unná magát a terápián, ugyanúgy, ahogy én unom magam fogmosás és fenéktörlés közben. Mert a javításra, karbantartásra és tisztításra mindig az, hogy nem valami izgalmas. Nem lehet úgy elrontani, hogy belehalljunk. Szimplán munka, és az a helyzet, hogy egyesek szívesen mennek munkába, mások meg inkább meghalnának. Mindannyian választhatunk. Lejárt az időnk. Szóval pszichológiai osztások, minden egyéb záráskép, még egy pár percet beteszek, és akkor ez is lesz a vége gyorsan ennek a kis extra epizódnak. 16:53. Most az nem Morty. Hallottad a pucit? Sétek meg, nem? Csak ez totál leszívott. Azt hiszem, lefekszem. Csúcs! Apa! Egész életemben úgy tettem, mintha jó ember lennél, és rád akartam hasonlítani, de a szomorú igazság... Hogy nem vagyok jó ember, és pont olyan vagy, mint én. Gonosz volt? Rosszabb, okos vagy. Ha tudod, hogy semmi sem számít, tiéd az univerzum, és ez még egy univerzumnak sem tetszett. Az univerzum lényegében egy állat, átlagosságot legel, idiótákat teremt, hogy megegye őket. Pont, mint a barátod, Timi. Tony. Az most alig, ha számít. Aki okos, az feljuthat a csúcsra, és elviheti egy körre a valóságot, de megpróbál ledobni magáról, és időben le is fog, csak így végződhet. Apa, nincs több mentségem arra, hogy ne legyek önmagam, szóval ki vagyok? Mit csináljuk? Én azt mondom, lépj le! Nyergeld fel az univerzumot, aztán hadd szóljon! De minden, amit van, a gyerekek, Jerry, a munkám és gáz bevallani, de a nagy ő a tévében. Készíthetek egy klónt, az emlékeidet is megkapja, minden téren tökéletes másolat lesz. Szeretni fogja a gyerekeket, elvégzi a munkát, ugyanúgy falni fogja a valóság sokat, mint te, és ő is eljátsza majd, hogy csak poénból csinálja. Elmehetsz egy napra, vagy hétre, vagy örökre, nem lesz következménye. Ha úgy döntesz, hogy hazajössz, megnyomok egy kapcsolót, és a klónnak vége. Nem szenved, nem bán semmit, és nem lesz szükség szárnyas fejvadászra. Ha semmi sem számít, miért tennéd meg ezt, értem? Talán annyira nem számít az, hogy kedvellek. Vagy talán pont ezért számít az, talán szeretlek. Vagy talán anyádhoz van köze, ajándékrókának ne nyúzd a farkát. Nem tudom, képes lennék el. Akkor maradj, és élvezd az életet, amiről tudod, hogy te választottad. Ezzel én is nyerek, mert bárhogy is döntesz, végre lenyugszol a picsába. Jól van. Tudom, mit akarok tenni. Kösz szépen, hogy megnéztétek ezt a kis bónusz részt. Hát Rick az első számú példakép, ő nagyon komoly figura. És azért is jutott eszembe ez az egész, hogy erről beszélek nektek, mert holnap pedig meg fogom mutatni az aktuális példaképet. Ki az aktuális példaképem? Csamat, Papian, nem tudom, majd megjegyzem a nevét. De vagy ma, vagy holnap csinálni fogok arról egy videót. Nagyon sokat nyilatkozott a CNBC-nek. Az utóbbi napokban nem is tudom, hogy itt most azt valahol... Talán itt meg, hát nem tudom, hol találom a részletkérdés, azt most nem fogom itt keresgetni, de jövök a következő videóval, amiben pedig megmutatom, hogy jelenleg ki az igazi példaképem, nagyon jó gondolatai vannak a bolygóról, a világról, hogy milyen szinten, hogy kellene előre lépnünk. Úgyhogy ennyit mára, köszi szépen, hogy meghallgattatok, további szép napot, sziasztok!